Készülődés a nagy útra, hiszen Franciaországtól Magyarország 1800 kilométerre van. Szacsi az Amerikában élő magyar-japán lány, mellesleg francia állampolgár, mint minden évben, idén is hazalátogat Magyarországra. Most sem egyedül teszi ezt. Szlovákiai magyar barátaival utazik, akiket egyenesen Amerikából hozott. Magyar bélyeg. Ez pedig már a búcsú. A mamától, Vörös Ilonától, aki minket is vendégül lát. Szóval vigyázzatok egymásra az úton, meg utána is. Megpróbálj nem elveszteni. Hú, mekkora térképetek van. Egész világ, Európa? Európa, de bármerre, mert minden. Még szempárgóra is benne van. Igen. Jó utat, jók legyetek! Sziasztok! Na végre! Micsit na végre? Hát olyan hosszú ideig kézülődnek, hogy az nem igaz. Ilona, vagy ahogy 40 évvel ezelőtt mások hívták, a szegedi boszorkány 8 évig tanult belső építészetet, díszítőszobrászatot, borsos és pácai növendékeként. Tanulmányai befejeztével a hajdani Szovjetunióba szeretett volna menni. Ám ahogy Ilona megfogalmazta, szabad gondolkodása miatt tanárai erről lebeszélték. 28 évesen így került Párizsba. Itt indult el divattervezőként. Mi az, ami kell egy kollekció sikeréhez? Jó időben, jó anyagok, jó ötletek, szép megoldás, jó formák és jó eladók. És szép modellek? A szép modellek persze, hát az már előre föltételezi az ember, hogy szép modellek vannak. Ez a Somier időbeli kollekciónak a része, és pont Brigitte Bardot a kutyájával a mi kosztümünkbe. Ilona titka az volt, hogy mindig jobbat akart létrehozni az addig létezőknél. Így volt ez a cipők esetében is. Egyszerűbbet, harmonikusabbat, letisztult formákat, vidám részletekkel. És magadnak is terveztél cipőt? Persze, és csináltam is. A nagyapám papucsos volt. És olyan 15-16 éves lehettem, mikor először csináltam magamnak egy pár szandált. És ezt inkább kalandból, vagy szükségből? Szükséges kaland. Mert ez muszáj volt megcsinálni, és nagyon klassz cipő volt. Kalandból bőven kijutott a magyar lánynak. A Somier divatház színeiben 10 éven keresztül ingázott Franciaország, Thaiföld, India és Bangkok között. A divattervezésből tartott el a családot. Sokszor hónapokig is távol volt otthonától. Ez alatt élettársa Nakano, a japán festőművész vigyázott kislányukra, Szacsira, és az előző házasságából született fiúkra, Ivánra és Jimmyre. Megtaláltam a május 1-en csinált kabátot, amit egy erdélyi, régi erdélyi kabát alapján dolgoztunk föl, ipari technikára. Ez gyapjú. És ugyanúgy tiszta gyapjú, és bőr szallagok vannak bevarva. Szóval nagyon, nagyon kényes ipari technikát kellett kitalálni ahhoz, hogy azt az eredményt tudjuk elérni, amit annak idején kézzel csináltak. Nakano és a gyerekek viszonylag könnyen vették a nyelvi akadályokat. Franciaországban a japán papával franciául beszéltek, nyaranta pedig, mikor az egész család Magyarországra utazott, a nagyszülőkkel magyarul. Néhány nap eltelt, míg egyik nyelvről a másikra át tudtak váltani. Drága nagymama és nagytata, bízom benne, hogy jövőre jöhetünk nyaralni, vagy ti jöttök hozzánk. Nem sokára karácsony, és megyünk a papához. Üdvözlöm a Laciék, volna egy kérésem, karácsonyra, ha tudjátok, szerezzétek meg a Milne Mici Mackó könyvet. Természetesen magyarul. Mindenkinek jó egészséget kívánok. Gyerekeidnek is nagyon kifinomult ízlésvilága van az öltözködés terén. Mennyire hatottál rájuk?
Hát szerintem az életmód hat, hogyha ilyen környezetbe élsz, akkor nem tudsz kikerülni belőle, és az öltözködési mód az élet, választott életstílust tükrözi, és nagyon érdekelte szerintem tudat alatt őket, annyira, hogy van, amelyik saját gyártásra is készült, saját részére. Tehát, ha ilyen környezetbe élsz, azt nem lehet kikerülni, hogy ugyanúgy nézd az utcára került kulturális elemeket, a ruha, cipő, kellékek, mint a vásárlóközönség. Tehát úgy a kettő között vagy beszorítva, mint gyerek, és nem tudsz kikerülni alóla, akármennyire is tudatosan szeretnéd. Tehát ők ennek a következményeképpen. Tanítod őket? Nem. Ezeket nem is lehet tanítani, a gyerekek legkevésbé a szülőktől tanulnak. Az alma mégsem esett messzire a fájától. Iván, az idősebbik fiú a festészetben találta meg az önkifejezést. Eredetileg ugyan zenélni akart, de akkor még nem volt hozzá ilyen laptopja. Innen indult az egész. Utána jöttek az ötletek, hogy hogyan rakjam össze ezeket, hogy a meleg, meg a hideg színek, a kék, meg a sárga, piros, ezek ellenállnak el. A kettő között van egy, ha összerakod őket, akkor valamilyen egyensúly lehet. Azt harmónia? Harmóniát találni. Iván a filozófikus festészet művelője. Gyakran hónapok is eltelnek, amíg gondolatai formát öltenek. Jegyzetfüzetét mindenhová magával hordja, hogy ötleteit papírra vethesse. Teljesen szabadok voltunk, és ez volt a probléma. Az sem jó, ha túlzott. Miért nem jó az, hogy szabadság, de ez mit jelent? Semmit. Mert a szabadság ez nem a semmi. Mi az, amit te átadnál a fiatalabb generációknak? Hát azt pontosan, hogy érdeklődjön minden felé. Tartson? Tartson. Nagy csak itt. És a boltba? Henteshez? Oda is minden a bicikében. És cipelni, ezért nem kell cipelni, minden a kosárban. Szóval teljesen megváltozott az élet itt. Mert tudom használni a biciklét. A dél-franciaországi levegő nem csak Ilonának segített, de a gyerekeknek is. Eredetileg miattuk költöztek ide, mivel Párizsban gyakran betegek voltak. Ennyi testmozgás után jól esik az otthon kényelme. A hajdani traktorgarázsra a Szent Párgoáriak ma már biztosan nem ismernének rá. De hát Ilonától az újítás megszokott, hiszen előző házában, a volt polgármesteri hivatalban a házasságkötőtermet rendezte be hálószobájának. Ez. Na ne. De. Ez. Ez. Mi ez? Az ez? A sarok. Igen. Ja. És ez? És ez. Ez, igen. Itt a kis ablak. És itt ez a Jimmy dolgozik. Itt meg az Ági meszel. Istenem. Fönn az, látod, hogy hol van a tetőn? Az a kapu fölött van, itt meszel, az első réteget meszeli. Hát, ha itt felnézel, ott. Ja, igen, az ott van. Hány méter a belmagasság? Van, a magasabb az 9, a másik az a 8, 6,87, 9 méter széles, és az első része 23 méter hosszú a présekkel együtt, és az egésznek a hossza 40-42 méter. A munkából Ilona is jócskán kivette a részét.
leszámítva azt a 2,5 hónapot, amit ágyból dirigált végig egy száraz malter darabnak és egy felbillenő létrának köszönhetően. Akkor még nem gondolta, hogy valaha is táncolni fog. Mi pedig azt nem gondoltuk, hogy ez épp ma este lesz. Persze ehhez az is kell, hogy a falubeli fiatalok elegendő adományt gyűjtsenek össze. Odakint egyre melegebb van. Mi is inkább visszahúzódunk a házba, ahol Ilona végre megmutatja nekünk, hová vezet ez a 8 méteres lépcső, mit rejteget az egykori szénapadlás. Tehát ez a tér, az eredeti térnek a kihasználása fölosztás nélkül azért, hogy egy kényszerű, konviviális, baráti, családi élet alakuljon ki, kollektív szellem, vita lehetőség, egyáltalán az együtt élés egy olyan világban, ahol mindenki individualisabbá válik, és kényszerítve legyen arra, hogy megtanulja a másiknak a tiszteletbetartását, és mégis jó körülmények között élni. Szóval ez volt, az első perctől kezdve ez volt a célom ezzel a térrel, ami eddig mindig olyan házam volt, ami csak ilyen bele szeretni, tehát a francia good food, és ez is. Na itt a felső része, az inkább személyesebb elosztások lehetősége, minimálisan, ha valaki olvasni akar, vagy egy kicsit pihenni külön, akkor azért megvannak a salgók, ez a Szacsinak a lakosztálya, a palotája, ami szerintem nincs eléggé elszigetelve. És itt a nyitott fürdő rész, zuhanyozó, ami szintén szándékos, nem akartam elzárni, és egyrészt olyan levegősé teszi azért, mert nincs se teteje, se ajtaja, semmi. A két kis ablak is azért lett csinálva, mert különben a fal teljesen fekete volt, tehát ezek mind fény, szükségszerű fény lukak, ami teljes mértékben megváltoztatta az egész szeret, amikor ezek az ablakok nem volt az utolsó nap. Úgy látom, hogy egy darab csempő sincs. Ez is nagyon fantasztikus az, hogy a fürdőszobába régi fán jársz, mezítláb. Igen. Nem nagyon szeretem a burkolatokat, mert az is hideg anyag. A tető szerkezet, ács szerkezet eredeti, a gerendák olyan szépek, olyan méretűek, amit ma már nem csinálnak. Monumentális a tető alsó része, ki kellett cserélni a cseleteket, de csak a deszkák vannak kicserélve, a gerendát, ez mind a régi. Az építés után, amikor már a berendezésről volt szó, akkor kellett nagyon odafigyelni, hogy viszonyulnak a dolgok és az anyagok egymáshoz. Tehát a tér, a fény és az anyagok, és az anyagoknak a színe, az anyagoknak az érintési felülete nagyon fontos ahhoz, hogy olyan érzése legyen az embereknek, mint amilyen van, amikor bejönnek ebbe a házba. Elérkezett a várva várt este. Hetek óta készült a falu apraja nagyja. Most itt ropják a táncot, méghozzá igazi élő zenére. Az adománygyűjtők kitettek magukért. Ez pedig már a hazafelé vezető. Reggel korán kelünk. A piac hajnalban nyit. Ilona saját filozófiája szerint válogat. A zöldség és a gyümölcs küllemét nézed elsősorban. Minél kisebb, minél gyöngébb, minél fiatalabb, minél több sebesülés van a gyümölcsön, vagy főleg a gyümölcsökön.
Az esti mulatságon új barátokat szereztünk. Ez a jókedvű bácsi sétakocsikázni hív bennünket. Antoine 83 éves. Első útja minden reggel a lovaihoz vezet. Egy kis harapnivaló, és Kristály azonnal a bizalmába fogad. Még egy kis nasolás, aztán jöhet a kényeztetés. Ah, ben heureusement! Jöhet a kocsikázás. Az idő gyorsan repül. Ideje neki látni a főzésnek, mindjárt itt vannak a vendégek. Akkor szedjünk ki a zöldjét? Persze, ki kell szedni a zöldjét. Csak akkor föl lesz darabolva a salátába. Csak akkor nem olyan nagy lukat persze. Várni. Ja, még most meg kell főznem. És egy kis só. De hát sót nem szoktam ráratni rögtön, mert akkor ki jön a leve. Igazi ínyenc mediterrán vacsora készül. Az egyik fogás provanci sült töltött paradicsom és paprika lesz. Kivált paradicsomok darált hússal megtöltve, provanci fűszerrel megszórva, olívaolajjal meglocsolva, és már mehet is be a sütőbe egy teljes órára. Együtt a társaság. Jimmy, Ilona kisebbik fia. Ő 2 évvel ezelőtt 3600 kilométert autózott azért, hogy magával hozza Szegedről szíve választottját, Ágit. Aztán itt van Ági húga barátjával, és megérkezett a Dél-Franciaországba letelepült Sass Szilvia is párjával, és itteni barátjukkal. Ki kér du bœuf? Ki vő du bœuf? Az emberi élet elemeinek, a fizikai és szellemi élet elemeinek az állandó hullámzásáról és cseréjéről, átadásáról van szó. Itt nem a fizikai együttlétről van, csak ez nem csak az, ami nélkülözhetetlen. És ma szerintem ez az egyetlen módja annak, hogy valahogy emberileg lehessen élni. Mert ezek kölcsönös választások. Minden külső nehézség ellenére emberi dolgokat lehet elérni, és az ember az életét sokkal gazdagabbá tudja tenni. Ilona házatta lehetőséggel régi álmát valósította meg. Nemzetközi művésztelepet hozott létre, ahol a művész kollégák és növendékek kedvükre kísérletezhetnek alkotó munkájukban. A szobrászat, festészet, textilművészet régi technikáinak az újjal való összevetésével. Utolsó javítások a befejezés előtt. Ez a méretre való varázsnak az átka. De a vája senki nem csinálja. Hát vagy majdnem, hogy senki. Amikor olyan holmikat szeretsz, amit sehol nem kapsz meg, ami olyan nehéz, akkor azért ez a fáradtság megéri.